életed szerelme? Igen. Igen. Hát engem a Zsombor tanított meg szeretni egyébként. Ez biztos. Ahogy megismerkedtünk, és így elkezdtem megmutatni a világot, amit én így nem nagyon engedtem addig meglátni magamnak. Így egyre jobban az volt az érzésem, hogy át vagyok verve önmagam által is, hogy az úszás az én helyem, most a sport az én helyem. Számodra világossá válik Szilágyi Lilianna története. Amit amúgy nagyon ügyesen, csak szépen lassan csepegtette. Azért is volt jó csepegtette, mert egy átlag embernek, akinek nem értek ilyen behatások, hogyha elmond az ember egy történetet, még a csepegtetésnél is tök természetesen jön, hogy ez biztos igaz, Lilu. Tehát én megkérdeztem tőle, hogy ez biztos igaz, amit amúgy mindenki kérdez, hogy biztos nem igaz. Mert egy normál ember nem él át ilyeneket, és ezért távolítja a lelkét meg a tudatát ettől. Tehát, hogy ez teljesen érthető. Infláció felett kamatozik megtakarítása, ha a prémium magyar állampapírba fekteti. Ez az állampapír garantálja megtakarításának értékállóságát. Az előző évi inflációt mindig meghaladó kamatozásának köszönhetően befektetése nem csak megőrzi reálértékét, de tovább is gyarapodik. A prémium magyar állampapír könnyen kezelhető, biztonságos befektetés kimagasló kamatozással. A részletekért látogasson el az állampapír.hu-ra. A Három Igazság Plusz mai vendégei Szilágyi Lilianna és élete párja Lengyel Zsombor. Üdvözlünk be. Sziasztok! Szabályok dominál. Itt van három boríték, és ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen szeretnénk veletek átbeszélni, és ti majd lemeccselitek egymás között, de ti dönthetitek el, hogy milyen sorrendben haladjunk ezekkel. Jó. Így van, minden boríték megválaszolására 7 percet fogunk nektek adni, nem olyan nagy baj, ha kicsúszunk az időből, és nektek is van egy-egy boríték. Voltok, amiket ti írtatok a saját kis igazságaitokkal. De csak a végén jön. És hölgye ki az elsőbség, most vitába. Igen? Akkor te eldöntötted, hogy a Lilianna hölgye ki. Legyünk jó, emberek. Egy pirosat. Piros. Mert piros. Tudtad, hogy téged fog választani. Azért. Igen. Összebeszéltetek adás előtt. Egymás szavába is vághattok. Az első számú igazság nagyon egyszerű. Hogyan ismerkedtetek meg? Kezdjem én? Nem mondjad én. Jó, hát igen, a mi történetünk egy nagyon régre visszanyúló és eléggé romantikus és rögös utakkal teli. Nyilván, tehát két része van a történetnek, most az enyémet fogjátok hallani. Egészen igazából már gyerekkorunk óta ismertük egymást, mikor én ilyen 2-3 éves voltam, én megpróbáltam vele a kisvízbe, mert nyilván uszodai ember ő is. Ezekre én egyáltalán nem emlékszem. Ő nem emlékszik, de én emlékszem arra, hogy volt egy hosszú hajú kisfiú, akivel én nagyon szerettem volna játszani, és folyamatosan lerázott. De ez hol volt helyileg? Ez a Komjádinak a kis medencéjében. Ekkor a mi Liliannánk, az 2-3 éves. Én 2-3 éves voltam, és annyi, emlékszem az érzésre, hogy ideges voltam, hogy miért nem akar velem játszani. Mert folyamatosan izé mondta, hogy jaj, hogy ez fiús játék, ezt te nem érted. És én próbáltam így belevenni, és akkor így nem működött a kémia. Úgyhogy... De várjátok, hány éves voltál akkor, Zsombor? 4-5. Igen. Már akkor köztetek másfél-két év van akkor. Aha. Igen, tehát akkor mondjuk a 4-4 és fél éve Zsombor az patintott. Én el voltam magamba. De ezt amúgy a mai napig el van magába, csak nyilván nekem ez így eléggé megmaradt. És én csak később, tehát hogy így 2 éve tudtam beazonosítani, hogy ez a kisfiú ez ő volt. Úgyhogy érdekes, hogy így hogyan alakultak a dolgok. De itt volt egy jó pár év szünet, és... Akkor még volt eszem. Na, várjál, ide is eljutottam. Ott már éreztem valamit. Igen, szóval, hogy mondom, az én részem az a romantika és a rózsaszín. Az övé is a saját csárban. Igen, egy kicsit máshogy. A műsor élő, te így ül. Nem. Szóval, hogy az volt, hogy én voltam egy versenyen 11 éves koromban, és tisztán emlékszem, hogy a lelátón készülök a versenyre, és így nézelődök, meg koncentrálok minden.
Hát így el vagyok, és egyszer csak így sréhen fölfele meglátom a Zsombort. És teljes pompámban. Igen, és hát konkrétan így ketté vált az ég, egy fénycsóva így lejött, zene, minden. Én azonnal szerelmes lettem, és utána hát nekem egy kőkemény két évem arról szólt, hogy minden nap naplót írtam arról, hogy mennyire szeretem, és hogy mennyire vágyom rá, és hogy ilyen-olyan rajzokkal megtűzdelve, megfűszerezve ezt a így aranyosnak tűnik, de rettenetesen ijesztő ez a napló. De te láttad azt a naplót? Én odaadtam nekik, igen. De hogy igen, szóval az volt, hogy két évig nagyjából ez ment az én kis életemben, hogy néha találkoztunk, mert nem egy csapatban úsztunk, és csak versenyeken találkoztunk. És utána valahogy úgy alakította az élet, hogy a Zsombor átjött abba a csapatba, ahol én úsztam. És akkor az első edzés, én már mindent tudtam, tehát hogy mindent tudtam, mikor jön, hol jön, tehát hogy nagyon fel voltam készül, rettenetesen izgultam. És akkor meglátott, és akkor így megvolt a találkozás, akkor egy szerelem alakult ki, és hát itt jött a nehezítés és a rögös út, mert hogy nekem az apám nem engedte, hogy találkozzunk, meg nem engedett semmilyen kapcsolatot, igazából senkivel sem. És hát ő folyamatosan próbált elhívni, én folyamatosan próbáltam ezzelől kimenni, mert hogy féltem, hogy mi lesz, hogyha nem tudom, esetleg kapcsolódunk, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy így egy jó pár év eltelt így, és akkor 17 éves koromban engedett el először az apám vasárnap 2 órára hetente egyszer találkozni vele. 3-tól 5-ig randizgathattunk, ami nem volt olyan hosszú távú, mert hát nyilván már más igényeink lettek volna. De közben meg egyébként végig ott volt az életem során, mindig minden nehézségnél megéltük együtt, így vagy úgy. És akkor 2016-ban, amikor 20 éves lettem, akkor, és el is jöttem az apámtól, akkor én felkerestem őt, és megpróbáltunk kapcsolódni, és ott nagyon így elbeszéltünk egymás, mert egyébként mindketten elég intenzív személyiséggel rendelkezünk, és hát ez a mai napig egyébként nagyon tüzessé teszi a kapcsolatot. Szóval, hogy ott nem jött össze, úgy nem voltunk egymásra hangolódva, és most egy 2,5 évvel ezelőtt, pont a Covid-nak az első hullámánál rám írt, és azóta vagyunk egy pár. Most mi? Zsombor, az ezt félig leengedett szemmel, végig. Annyira szeretném hallani a te történetedet. Hát az enyém az ott kezdődik, hogy átmentem a jövő eszébe, szóval nekem ezelőtt egy fekete folt van ebből. Tehát, a szempontból. Azt a 2,5 évet, amíg naplót írtam, ő még csak azt se tudta, hogy létezem a földön. Én egy céltudatos sportoló voltam, bármilyen sportoló nézi esetleg. Úgy kell csinálni, mint én nem emlékszem semmire. Tehát én lementem, úsztam, hazajöttem. És akkor ahogy mentem át az adott klubba, akkor mondták, hogy amúgy van egy lány, aki szerelmes beléd. És megkérdeztem az akkori egyik ismerősömet, hogy amúgy jól néz ki, vagy mit várhatok. És mert én nem tudtam, hogy a Lilu ő kicsoda. És hát pont egy olyan srácot kérdeztem meg, akinek tetszett a Lilu. Szóval azt mondta, hogy nagyon csúnya. Szóval, hogy el a kezekkel szintű dolog volt. És igen, hát aztán lementünk, engem már érdekelt ez az egész. És hát akkor a besételt, láttam a nagy haját. Akkor ilyen hosszú fenékigérő hajam volt, és domogott. És aztán hónapokig üldöztem a szerelmemmel, mert hogy konkrétan, tehát hogy szerintem szóba sem álltunk nem, az elején. Én annyira zavarban voltam tőle nagyjából hát egy másfél év. Ahogy konkrétan nem tudtam a jelenlétében megszólalni. Egyrészt annyira izgultam, hogy meg sípolni kezdett a fülem, másrészt meg amikor kérdezett bármit, akkor így lefagytam, és csak így ez volt így. Ez egy ilyen igazi kamaszkori lángoló szerelem volt akkor. Hát nekem meg nagyon idegesítő volt amúgy,
Tehát, már így nem én, hanem a szituáció. Igen, hát te a barátnődet szervezted be, hogy álljanak eléd, meg igen. Emlékszem, sétáltunk ki rengeteget a szigetről, és... Miközben te már be voltál indulva, mint gép. Igen, így is mondhatjuk. De akkor te hány éves voltál, Zsombor? 13-14. Igen, 14. 14, és akkor... Egyetlen egyet ott lett, tehát hogy pontosan értsem, 2 évig naplót ír, anélkül, hogy te tudnád, mert olyan szerelmes, mint ágyú. Igen. Majd megjön Zsombor, akit lepatintanak rögtön, hogy azt felejtsd el, az igen. nem neked való, megnézi magának, és azt mondja, de igen. ez nekem való. És aztán és akkor Zsombor csend. Esik neki, ő meg sorfalat igen. állít maga elé, pontosan. Hogy igen. zavarba vagyok. Ilyen hánytatott a sorsom. Igen. Na, és ebből hogy verekedted ki magad? Rengeteg beszéddel. Hát nagyon igazából akkor még egy nagyon jó dolgot adott nekem a sport, hogy így elesel vissz, és hát akkor ez ment egy darabig, meg megvártam a szigeten, együtt sétáltunk ki, ami abból állt, hogy tényleg végig én beszéltem. Tehát rájöttem, amikor megpróbáltam volna hagyni beszélni, akkor az veszett fejsze. Nem, egyszer volt olyan, hogy körülbelül fél órája beszélt, és utána kérdezett valamit, visszakérdezett, hogy nem tudom valami, hogy így esetleg kommunikáljunk. És erre az volt a válaszom, hogy ne haragudj, süket vagyok a fél fülemre. Több hónap után kaptam egy ilyen választ. Csak annyira zavarva volt, hogy nem tudtam. Én meg így magamba így mentem tovább, és önmagamnak mondtam azt, hogy ez igazán kellemetlen. Mert hogy... ez igen. a belső hang, igen. a mély belső. Igen, na mindegy. De, és aztán ott volt egy első puszi. Igen, a Balarcon. Te mentél Buda fele, én mentem Pest fele, és akkor utána szaladtam. Igen. Itt, ha megfilmesítik ez alá valami, Brian Adams számot. Igen, ez megtörtént. Milyen romantikus lélek egyébként, most érzem a csíjt, tehát... Igen, a Zsombor kifejezetten már a korát meghazudtolva, és ezt visszafele is tudom mondani, tehát hogy így most már látva, hogy miket csinált, és hogy egy átlag fiatal fiú, vagy egy átlag 27 éves férfi miket csinál a Zsombor, nagyon-nagyon érett és nagyon fejlett abból a szempontból. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon érett volt érzelmileg. Én nem tudtam kezelni, tehát, hogy én teljesen mondhatni érzelmi autista voltam. De nyilván, tehát, hogy megvan minden emlék, meg megvan minden. Hát várjuk a napot, amikor ez megváltozik. Na, Zsombor, haladjunk tovább, akkor 14 éves Zsombor, összeszedvén a bátorságot, mindegy, hogy félfülére süket vagy, nem én adok egy puszit. Az ott elcsattant. Aztán telefonszám elkérés volt. Hogy az mennyire kellemetlen volt. De eddig, amit meséltünk, végig kellemetlen volt. Szóval elkért a telefonszámot, és nem viccelek, annyira nem tudtam kezelni, hogy nagyjából egy 5 percig megnémultam. Tehát, vagy valószínűleg sokkot kaptam. 5 percig, tehát, hogy bármit kérdezett, megrázott, bármit. A naplón főszereplője igen. elkéri a telefonszám. Én nem tudtam mit kezdeni azért, és utána voltak olyanok, hogy rengeteget beszéltünk telefonon egyébként, és rengeteget volt olyan, hogy ő egyébként nem tudta, hogy én milyen családi háttérrel rendelkezem, mert én nem beszéltem erről neki. 2 évvel ezelőttig, tehát amikor már igen. mindenki más tudta, én még akkor, tehát hogy mikor összejöttünk újra, annyira naív vagyok, hogy én mondom, amúgy 18 voltam, én voltam 20. 20 évesen heti 2 órára látom a lányt, akivel együtt vagyok, amennyire ez együttlevés, és nekem nem tűnt fel, hogy lehet, hogy valami probléma van otthon, szóval, hogy én abban éltem, igen. hogy hát jó, hát akkor heti 2 óra. De ennek ellenére, hát nyilván a sportra volt fogva, hogy koncentrálnom kell, de nem ez volt, de hogy rengetegszer volt olyan, hogy így érzékelte amúgy, hogy mondjuk szükségem van rá, vagy hogy mikor van szükségem rá, és csomószor volt, hogy úgy aludtam el, mondjuk esténként, hogy
felhívott és gitározott nekem, ameddig el nem aludtam. Elfelejtettem letenni a telefont. No. Viccet félte, viszont nagyon kicsúszunk a 7 percből. Szóval, elkértem a számát, nem válaszolt, itt minden, tehát az ő oldala cuki, az én oldalam meg pörögnek a kérdések, hogy most tényleg süket az egyik fülére, és azon az oldalon álltam. Vagy van valami komolyabb probléma, vagy én kérdeztem valamit rosszul, szóval, hogy valamit hát rosszul csinálhattam. Hát ez egy egyszerű, tehát egyébként ezt így kitalálni ezekből a történetekből, hogy egyébként valójában mi lehet. És igen. Akkor ezt itt pörgetted magadba? Igen, aztán valami átpattanhatott, megkaptam a számot, ott hosszú SMS-ezés, telefonálás, igen. Utána jött egy olyan erős év, vagy másfél év, amikor a Lilu még mindig szerelmes beléd. Lilu, az odamész, a Lilu, ne haragudj, már nem vagyok beléd szerelmes, hagyd békén. Jó, ezt eljátszottuk 4-5-ször, hazakísértem, miután azt mondta, hogy nem szerelmes belém. Rettenetesen kellemetlen, miután ezt mondják neked még, na haza kéne kísérni, mert már este van, hazakísérem. Majd 3 évre rá meghallgattam, hogy nekem ott meg kellett volna őt csókolni. Miután mondta, ugye, hogy szóval... Igen, igen, utána jött az, hogy együtt voltunk, az nem jött össze, tehát a Lilut heti 2 órára engedték el, én meg éppen egyetemre jártam, és egy kocsmában dolgoztam mellette. Szóval, hogy nagyon igen. Két dimenziót éltünk meg. És hát aztán rád írtam Covid elején. Ott a Covid miatt ilyen kényszer összeköltözésszerűség volt, ami nem összeköltözés volt, csak hogy... úgy maradtatok, mert nem nagyon sokat volt nálam a Lilu. Igen, én ott ragadtam, ami számomra azért volt nagyon ijesztő, mert én alapvetően nem nagyon szeretek így sokáig lenni senkivel, és a Zsomborral meg így mindig az volt az érzésem, hogy így otthon vagyok vele. Néha az agyamra megy, de egyébként így az idő nagy részében. Számomra ez azért volt ijesztő, mert én tényleg szerettem egyedül élni. És nem volt annyira ijesztő. És akkor azóta tart a dolog. Azóta elég sok mindenen keresztül mentünk. Meg van, ami próbára tette ezt az egészet, de... De egyetlen egy... Biztosan látszik számomra, na 7 perc rég lejár, de majd újra kezdjük a következőnél. Egyetlen egy az biztosan látszik számomra. Hát egyikőtök se adja föl könnyen. Igen. Nem. Igen, ez a feltétel nélküli szerelem. Annyira különböző emberek vagyunk amúgy, hogy ez a dolog működjön, nagyon-nagyon szükséges a feltétel nélküli szerelmet. Vagy szeretetet megtanulni, vagy átélni, mert ha feltételekkel lenne, az nagy baj lenne. Ki akar jönni belőlem a kérdés? Csak nyugodtan. De valójában nyilvánvaló abból, amit elmondtatok, de nem, valahogy nem tehetem meg, hogy nem kérdezem meg mind a kettőtöktől egyszerre. Életed szerelme? Igen. Igen. Következő szín. Én választok most akkor? Uh-huh. Igen. A zöldet. A zöld. Edinka, te jössz. Na, de jó. Látok némi párhuzamot a ruha meg a szín között. Nyilván tudatos volt. Jé, amúgy tényleg. Igen. Ezt úgy történik a földre, én megfordulok a székre, és így lassan bepörjük. Még egy kérdés. Mi az igazság? Mit jelent nektek az úszás? Hora indul? Kezdjed te. Ó! Igen. Időben visszafele menve, haladva, ugye az nekem akkor, tehát időben visszafele a Lilu úszott, amikor én már rég nem. Akkor az ijesztő volt, és egy hatalmas akadály, illetve láttam azt, hogy én már rég kikerültem abból a buborékból, amiben a sportolók önmaguk hibáján kívül be vannak zárva, és láttam, hogy mennyi hátrányt tud ez elén görgetni.
mert teljesen más, hogy áll hozzá egy szituhoz egy sportoló felfogású ember, hogyha mondjuk az egy hétköznapi szitu. Elmondom részletesebben. A sportolók azt csinálják, hogy nyomják végig, mindenképpen megcsinálom, csak ez a hétköznapi életben nagyon sokszor sajnos kompromisszumot kell kötni, és el kell fogadni dolgokat. Ettől féltem egy kicsit, de hát ez megoldódott, amikor a Lilu abba hagyta, és be is igazolódott, hogy azért egy elég nagy tanulási fázis veszi kezdetét a sportkarrier után. De nem húzom a szót. Egyel visszafele még én búvárúztam azelőtt még. Én azt rettenetesen nagyon-nagyon szerettem. Az egy fantasztikus dolog. Előtte volt az úszás. Az már a vége fele nekem nagyon-nagyon terhes volt, meg főképp én ott már inkább zenéltem volna, és nálam már kialakult az, hogy én ott ültem 16 éves, 5-6 éves koromban a parton, és azon gondolkoztam, hogy egy földbeásott lyuk fel van töltve vízzel, és azon versenyzünk, hogy kér át hamarabb a másik oldalra. Hát ez egy más szemlélet. Igen, és az már probléma, amikor ez így felmerül, meg beledobsz egy ekkora halat, és akkor mindenkit ott hagy igazából, és akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy az ember sajátja az inkább a művészet, én erre jutottam az egyenlőség végén. Szóval az nekem egy nagy nehézség volt. Előtte viszont, hát nyilván 3 éves korom óta én csináltam, úgyhogy előtte meg az életem volt. Nem is emlékszem. Mi volt? Azt mondtad az előbb, hogy ijesztő volt őt kívülről nézni, amikor ő még úszott, te meg már nem volt. Mi volt az ijesztő? Hát láttam azt, hogy most már kezd komolyra fordulni a dolog. Együtt terveztem, vagy eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lesz a közös élet. És közben adott szituációban találkozik az ember azzal, hogy te, mint kívülálló, azt mondod, hogy jó, figyelj, anyukám, de az élet az nem így működik, és akkor én lettem... Mondjak példát? Uh-huh. Hát az most nehéz lesz, mondjuk. Az a baj, hogy most így kimondottam példát, nem feltétlen szeretnék mondani, de kicsit olyan, inkább az érzését mondom el, hogy van egy szitu, és lehetetlen akar belőle az ember. És arra meg nyilván ki van, hogyha nem történik meg az a lehetetlen, ami alapból nem történhet meg. És akkor ráadásul a Lilunak a személyisége az olyan, hogy ilyenkor én vagyok a hibás. Hát igen. Nem, amúgy nem, de nekem többségében amúgy inkább a nehézség volt, inkább gyerekkoromban volt jobb. Uh-huh. Amíg fel nem kerültem a nagyokhoz, mert ott meg mindenki bántja a másikat. Legalábbis a legkisebbet, az biztos. Az én voltam. És Szilágyi Liliana, neked mit jelent az úszás? Nekem most jelenleg egy nagy átverést jelent, ami nagyon szomorú, mert egyébként, hogyha az eredményeimet nézzük teljesen racionálisan, akkor egyébként egy elég komoly és érdemekkel teli pályafutásom volt. De amit a Zsombor is mondott, hogy én egyébként nagyon sokáig nem tudtam észrevenni, hogy én miben vagyok benne. És nekem alapvetően nem volt soha igényem a sportra, meg az úszásra. Tehát, hogy én nem szerettem csinálni. Én csak elhittettem magammal, illetve a környezetemnek a reakcióiból én így igazából azt hittem, hogy ez az, ami a boldogság, és teljes mértékben elvesztettem magamat ebben a történetben, és a Zsombor amúgy ezt látta például, amikor még csak tinédzserek voltunk, és hogy engem mennyire terhel az úszás, csak nyilván nem tudott ott kommunikálni, vagy beférkőzni ebbe a világba, ami az én fejemben volt. És ugye igazából, amikor most összejöttünk 2,5 évvel ezelőtt, akkor én épp szünetem voltam, és úgymond készültem arra, hogy jó, majd akkor visszamegyek. De ahogy
megismerkedtünk, és így elkezdtem megmutatni a világot, amit én így nem nagyon engedtem addig meglátni magamnak. Így egyre jobban az volt az érzésem, hogy át vagyok verve önmagam által is, hogy az úszás az az én helyem, a sport az az én helyem. Úgyhogy nekem hatalmas tanulság volt, és mindenképpen bárki, aki kérdezi, hogy milyen érzés benne maradni, vagy hogy mit tanácsolnék annak, aki esetleg nem érzi jól magát azon a helyen, ahol van, azt mondanám, hogy semmi egy másodpercig nem éri meg, bármilyen külső sikerek vannak. Ha valaki nem boldog belül, nem éri meg, hogy csinálja. Hallgatlak benneteket, gyerekek, és az időrend áll össze a fejembe, hogy mennyi ideje éltek együtt, mert hogy a Covid az volt 2,5 évvel ezelőtt, ilyesmi, tehát ez nagyságrendileg ilyesmi. Az úszással, a családoddal kapcsolatos úgymond coming out-od, az nagyságrendileg talán egy éve lehetett a Détót Krisztinának az Elviszlek magammal című műsorában, sőt még nincs is egy éve, mert azt hiszem az volt az évadzáró epizód, de akkor ezek szerint ti már nagyságrendileg másfél éve, bő egy éve együtt éltetek, együtt léteztetek. Igen. És neked is volt egy fél mondatod, hogy kvázi 2 évvel ezelőttig te valójában az ő úszodai világát nem is láttad. Hát ez nem az úszodait, hanem az ő otthoni világát. Az úszodait azt arra ráláttam, az csöndbe áll itt-ott. Akkor megértetted, mert hát azért ebben a világban elég furcsa, hogy vasárnap 2 órákra találkozhat. Igen, magam sem értem utólag, hogy miért nem tűnt föl, vagy miért nem kérdeztem rá, de én ugye apádat... Volt, hogy kérdezgettél, csak én nagyon durván védtem a családot. Hát meg én a versenyen találkoztam vele, és akkor ugye mondtam ki, hogy jó napot, akkor ő én akkor azt is elhittem, de te utólag mondtad, hogy gúnyosan ő is mondta, hogy jó napot kívánok. És akkor én úgy voltam vele, hogy hát akkor ez egy szigorúbb ember, biztos így járt el. És mert a Lilu mindig is azt mondta, hogy nem, mert a sport. És akkor nyilván én azt hittem, hogy mivel ugye jól is ment a Lilunak nagyon, hogy a Lilu is így gondolja. Oké. Együtt éltek 1 éve, 1,5 éve. És számodra világossá válik Szilágyi Lilianna története. Amit amúgy nagyon ügyesen, csak szépen lassan cseppegtetett. Igen, okay. Mert... Akkor ezt mondd, mert ez viszont... Szépen, nem tudom, hát ez talán több hónap alatt rajzolódott ki az egész, meg tök jó volt, mert hagyta, hogy megvárta, hogy kérdezzek, mesélj a sztorikat, és akkor próbáltam felfogni ennek az egésznek a logikáját. És te pedig benne. Tudatosan így akartad neki átadni a te történetedet? Tehát, hogy nem egyben rázódítani, vagy egyszerűen nem is tudott volna kijönni belőled akkor még az egyben? Vagy egyáltalán nem akartad? Nem tudtam volna egybe, mert ahogyan neki elkezdtem beszélni róla, úgy jöttek föl nekem úgymond ilyen kis emlékfoszlányok, meg realizálások, hogy ja, aha, oké, ez így történt, úgy történt. Mert hogy ugye az úszás miatt én nem engedtem meg magamnak, hogy ezekkel úgy igazán foglalkozzak. És akkor a Zsomborral meg... A Zsombor azért szerintem látszik, hogy egy nagyon analitikus és nagyon... Tehát, hogy végig gondol mindent. És rengeteget nekem segített ebben, hogy jó, de miért? És akkor kérdezett. És akkor ezt én nagyon szeretem, ha jó kérdéseket tesznek föl. És nagyon jó kérdéseket tett föl. És akkor így elkezdtem én is kibontani jobban és jobban, és akkor így... És az emlékfoszlányokból a pánikrohamok lettek. Hát néha előfordult, igen. És akkor ezt így végigcsináltuk. Jaj, beszélgetés közben? Nem is tudom, hogy az hogy volt, de hát én meg ugye, én meg olyan vagyok, hogy kültéren a szúnyogat inkább lefújom magamról, nem csapom le, és tőlem többen úgy távol áll az agresszió. És egy ilyen pánikrom azért nem a legbékésebb cselekedetek közé tartozik, és hát az érdekes volt így elsőre, de hát megoldottuk. Lilu pánikrohamol, kutya ugat, azt hiszi bántam a Lilut, szomszédok mit hisznek, úgyhogy érdekes volt, de
Persze, szúnyog. De, ja, nem értem, ez a gyerek nem csapja le a szúnyogot, sem benne, mindent. Ja, hát szerintem amúgy kell is ez, hogy szépen csepegtesse, mert... Csepegtetve neked lett egy teljes képed. Igen. És ugye az előzőekben elhangzott az adekvátnak tűnő kérdés, hogy életetek szerelmei vagytok-e egymásnak. Ott van életed szerelme, éppen húzott ki az úszás világából, mert valójában ugye erről volt szó. Te jössz ki. Ebből jó újságcikkek lesznek. Ne, de nem. Érteni akarom a folyamatot. Igen. És egyszer csak megkapod egy folyamat közben a benne felszakadó történetét. Ami egy másik mozi, mert neked is volt egy mozi az egész történetben. De akkor egyszer csak eljuttok oda, hogy azonos tudásbázison vagytok egymást illetően. Onnan mi történt? Milyen szempontból? Hát akkor már közösen gondolkodtok. Szerintem ez azért nem teljes mértékben így van, de javítsi, hogyha tévedek. Mert a Lilu múltjából fakadóan a mai napig vannak olyan dolgok, amit noha tudunk már mindent egymásról, de hogy mondjuk zsigerből más, hogy jön neki egy adott szitu. Szóval, hogy ugye a Lilu egész életében más látott konfliktus megoldás szintjén, és akkor ugye nekünk meg kellett tanulni veszekedni. Ami így hülye hangzik, de egy tök jó dolog. Vagyis hát így utólag jó, amikor már mi nagyjából meg vagyunk vele. És ebben például rengeteget fejlődött a Lilu. Tehát azért nem mondhatom azt, hogy akkor ott oké, közös tudás szinten vagyunk, vagy tudásbázissel rendelkezünk, és akkor kézen fogva megyünk tovább, hanem hogy azóta egy fokkal könnyebb. Meg nekem is, hogy megértem, azért is volt jó csepegtette, mert egy átlag embernek, akinek nem értek ilyen behatások, hogyha elmond az ember egy történetet, még a csepegtetésnél is tök természetesen jön, hogy ez biztos igaz, Lilu. Tehát én megkérdeztem tőle, hogy ez biztos igaz, amit amúgy mindenki kérdez, hogy biztos nem igaz, mert ők ugye egybe megkapták az egészet, a riportokból, a írásokból, minden. És hogy... Ő volt a fő próbán egyébként, teljesen hogy természetesen, lehet ezt a legoptimálisabban. És ezt átadni. Úgy volt, hogy itt kell meghúzni a határt, hogy bármennyire is mondan az ember ennél többet, emlékszem, hogy az, hogy nyomott téged, hogy még csak most jöttem volna bele, de már láttam, hogy kiakadt mindenki, úgyhogy abba kell hagyni. Az jutott eszembe, hogy egy kicsit olyan volt ez az időszak, mint annó, amikor kislányként a naplódal osztottad meg azt, hogy te milyen szerelmes vagy belé, most pedig kvázi ő volt gyakorlatilag a naplód, amiben szépen írogattad bele azokat, amiket szerettél volna elmondani, és amik aztán előjöttek mind belőle. Egy nagyon érdekes egyébként a kapcsolatunk olyan szempontból, hogy nagyon azt gondolom, hogy inspiráljuk egymást, hogy fejlődjünk önmagunkban, és ezt nagyon-nagyon értékesnek találom, sőt, tán az egész kapcsolatunkban a legértékesebbnek ezt találom, hogy teret hagyunk a másiknak, és fejlődhetünk együtt és külön is. Amikor megszületett benned a gondolat, hogy a történeteddel a nyilvánossághoz fordulsz, akkor neked erről mi volt a véleménye, John? Jó kérdés. Köszönöm. Nem is tudom. Én tudom. Mi volt? Annyit mondtál. Én mindent, tehát hogy lehet, hogy ezt most nem, de én a legtöbb amúgy ilyen dolgot, én így humorral, agresszív humorral kezelek. Igen. Én így dolgozom föl, úgyhogy nagyon... Sokat nagyon sok és sírtunk. Igen. Nagyon hülyén hangozni, hogy nagyon sok bántalmazós poén van a tarsolyomban, mert nem. De adott szitukat csak úgy tudtunk szerintem megoldani, hogy... Na igen, tehát hogy amúgy itt jön az, hogy én ugye ilyen nagyon mélyen, és akkor nyomjuk, és csináljuk, és nem baj, hogyha közben meghalunk, meg elhagyjuk a fél lábunkat, meg a fejünket, tök mindegy, csak csináljuk.
és ő pedig akkor így beúszkált így szépen, hogy így szia, hogy így figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha így egy picit végig gondolnánk, hogy így nézzük meg, hogy milyen reakciók lehetnek, nézzük meg, hogy kihez kéne bemenni, beszélni, nézzük. Tehát, hogy így azt a lángoló ízét, hogy én most akkor megszólalok, azt ő szépen így megformázta, hogy jó, oké, csináljuk, nyomassuk, de hogy gondoljuk végig. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a 8-9 hónapban, ami ugye a megszólalásom óta volt, ha a Zsombor nem lett volna, akkor nem jött volna ki ennyire jól, nem lett volna ennyire összeszedett és fogyasztható ez az egész történet. Hogyha csak, mert itt tartunk pont, ami az utolsó kérdés, de most semmi jelentősége nincs, de az volt a mi utolsó kérdésünk, hogy mi az igazság, melyik költök, miben tud a másiknak támasza lenni. És az előbb, ahogy mondtad is, hogy te magad is megkérdőjelezted a Liliana igazát ebben a történetben, vagy bizonyos részletekben, és hogy még milyen sokan ezt tették és teszik. Ebben te egyébként ma már tudsz támasza lenni? Hogy azt tud neki mondani, hogy szar le, vagy nem tudom, vagy bármit, bármi jót. Uh-huh. Amúgy én régen sem megkérdőjeleztem, csak annyira szürreális volt, hogy mondtam, hogy igen. Hát azért ilyen történeten nem feltétlenül találkozunk minden nap. És a Zsombor egy nagyon, nagyon szerető családból jött, tehát hogy neki az, hogy így amiket így elmondtam. Integetek az... is anyukámnak egyet. Szóval, hogy nagyon-nagyon távol állt tőle, és amúgy én ezt teljesen megértem, mert egy normál ember nem él át ilyeneket, és ezért távolítja a lelkét meg a tudatát ettől. Tehát, hogy ez teljesen érthető. Kérdésedre amúgy a válasz az, hogy én úgy gondolom, hogy most az elmúlt egy-másfél hónapban, ami szerintem azért nagy szó, jutottunk el oda, hogy most már tudok jobban támaszra lenni a Lilunak, és jobban beengedi azt, hogyha mondjuk jön egy külső hatás, és azt mondom, hogy figyelj, engedd el ezért, akkor már azt mondja, hogy jó igazad van. Mert azelőtt meg nagyon érzékenyen reagálta, nagyon számít a Lilunak. Mondanám, hogy még, mert én úgy látom az ő személyiségéből, hogyha teljesen tehát önmaga tud lenni, akkor egy idő után úgysem érdekli annyira az embert, hogy mit gondolnak mások, hogyha azt csinál, amit szeretsz. Mert akkor magadban úgyis jól el vagy. És szerintem most kezdünk el jutni erre a szintre. A kapcsolatunkban is, meg maga a Lilu is, és akkor így most már meg tudom neki. De azért ez nagyon nehéz, és bocs, csak még az jutott eszembe, hogy egyébként itt nálunk is szóba kerültél kétszer is. Nem tudom, hogy láttad-e azokat a videókat. Lacit láttam. Cseh Laci reagált már arra, amit Czene Attila mondott. Nagyon, utána beszéltem is a Lacival egyébként, igen. Ezt nagyon megköszöntem neki. Azért nagyon jó itt ülni veletek, nekem. Hát szívesen. Még nem köszöntem meg. Köszönjük meg. Azért, mert Szilágyi Liliánnáról hallottunk, mint egy ifjúsági, majd felnőtt nagy úszó reménységről. Aztán Szilágyi Liliánnáról hallottunk ennek az egész családi ügynek a kapcsán. És a valóság pedig ott van, hogy látok magam előtt két fiatalembert, akik halálosan szeretik egymást, kvázi gyerekkoruk óta. Mai mese azért a tiétek, hogyha egy kicsit jobban megnézzük. Mert hogyha most egy pillanatra a szarkasztikus humort mind a kettőnknél elhagyjuk. Azért 2022-ben nem tartanak eddig a lángolások. Nem így mosolyognak az emberek. Egyetlen egyet, fogalmam nincs, mi történt a múltban. Jelen pillanatban komoly jogi eljárások folynak, rendőrségi vizsgálat zajlik. Én egy dolgot tudok, hogy itt ül előttem két fiatalember, akik most is fogják egymás kezét.
2, 3, 11, 14, 16, 20 éves koruktól kezdve valahogy a Jóisten titeket egymásnak teremtett. Tűz és víz a kettő, értem. Értem, hogy borzalmasan meg kellett tanulnotok veszekedni egymással. Egyet azért úgy végignéznék. Nem, jó, tudom. De talán szeretni, jól szeretni is meg kellett tanulnotok. Hát engem a zsombor tanított meg szeretni egyébként. Ez biztos. Ez biztos. Igen. Nagyon utáljuk egymást. Veszekedés közben rettenetesen kegyetlen a Lilu. Én meg nem tudok. Ő tök jól csinálja ezt a részt, tök jól, tehát hogy ha a veszekedés szempontjából nézzük, akkor tanultuk meg, hogy így a Lilu szépen magába itta azt, hogy a veszekedés ez nem egy harc, nem háború, hanem van egy olyan köztes állapot egy másik ember felé, hogyha valami olyat csinál, ami neked nem tetszik, nem kell gyűlölni szíved legmélyéről, hanem van a kettő között. Bizonyos pontig, amíg ez a tanulási folyamat zajlott, te nem egyszer lehettél polgári áldozat ebben. Én az a helyzet, hogy én meg olyan szinten nem tudok veszekedni, hogy én kétségbeesésembe akkor irdatlan hangos leszek, és múltkor majdnem felborítottam a szekrényt, csak mert valamit kellett csinálni, de nyilván nem. De ő ilyen teátrális, én a hideggyilkos vagyok, tehát én csöndben ülök a kanapén, és így... Hideggyilkos. Hideg. Péri gyilkos. Hú, de hideg. Hát mostanában hideg van. Gyilkos lesz. Aj, de bennem van még egy kérdés, azt is elmondhatom? Igen. Hogy még itt az úszás kapcsán, és erről beszéltünk tegnap, hogy látod magad még a medencében? Dehogy is. Nem, én elbúcsúztam, és a világon a legjobb érzés, hogy semmi közöm nincs már hozzá. Tehát, hogy nem tudom elmondani, hogy nap mint nap, jobban és jobban feldob a tudat, hogy semmi közöm nem kell legyen hozzá, és a saját életemmel én rendelkezem. Tehát ez teljesen. Én lehet, hogy amúgy élveztem volna az úszást, ha nem olyan közegben vagyok, ha nem ilyen múlttal, ha nem ilyen családi háttérrel, lehet, de ez már nem derül ki. Hát és nem is baj. Miután vagy szüneteltettél, akkor ugye éltünk meg azért olyan dolgokat, hogy buli, meg én is elvittem az én társaságomba a Lilót, vagy közös vagy új emberekkel találkoztunk, és akkor azért megtapasztalja az ember az éjszakázás, hogy milyen, amikor nem kell másnap fölkelni. És emlékszem, amikor velem történt meg ez az úszás után, akkor én ugye az azt okozta bennem, hogy akkor buvároztam, és bennem már volt egy olyan, amikor mondta hajnalban az edző, hogy akkor ezt kéne csinálni, és bennem volt egy, biztos, hogy nem. Tehát, hogy konkrétan megsértődtem arra, hogy nekem el kéne fáradjak, és akkor ezt mondtam is neked, hogy lehet, hogy ez be fog következni. Ja. És, de nekem mindig problémám volt egyébként az úszással, tehát, hogy én a versenyeket nagyon szerettem, mert ott lehetett így valamit mutatni, de nem magát az úszó közeget, hanem azt, hogy a munkámat megmutathatom, azt tetszett. De hát ezt meg amúgy bárhol, amiben én belefektetek munkát, tudom jól, hogy vagyok olyan személyiség, és vagyok olyan megkövetelő magammal, hogy amit akarok, azt véghez viszem, és azt szívből oda tudom tenni. Szoktatok együtt sportolni? Nem. Sokkal próbáltunk. Erősebb, gyorsabb és jobb vagyok, mint a Lilu, úgyhogy nem. Mindenben. Igen. Én meg hajlékonyabb. De és egyébként ki mivel foglalkozik most, ezeken a mindeneken túl, amiket ideig átbeszéltünk? Bocsánat, csak még egy dolog, már Lilu futni szokott, és én ezt nagyon nem tudok. Tehát nekem egyszer egy sportorvos azt mondta, hogy úgy futok, mint egy vagy reumás teve, vagy római légiós. Majd megkérjük, hogy fusson itt egy picit, hogy mindenki nagyon szórakozik. Nem ér utol, bár ő azt mondja, nem, hogy azért nem mert annyira nevetek azon, hogy fut, hogy nyilván nem nagyon ér utol. Nagyon rossz technikával futok, de... Suha, nem tudom, hogy tud nem egy helyben. Az emberek. Felsőtest egy helyben van, és csak így a lábai így mennek, és nem értem, hogy fizikálja. Hát de mindenki úgy fut. De nem, az felsőtest mozog egy normál futás. Mondjuk az igaz. Ez a jövő futása.
Nem sokára. Jó, mivel foglalkoztok ma? Nem, ez kiszálltam a futásba, tehát nekem itt vége. Én jogaoktató leszek nem sokára, illetve könyvemet írom, meg hát szeretnék létrehozni egy olyan rendszert, közösséget, ami jelenleg még nincs, úgyhogy ezen dolgozok és finomítom, és már megvan viszonylag, hogy milyen irányban és hogyan. Az biztos, hogy az önismeret legmélyebb, legenigmatikusabb bugyraival szeretnék foglalkozni és segíteni akár embereknek, hogy megismerjék magukban is azt. Így. Én pedig egy jó ideje most fotósnak álltam. Nekem egy picit majd kapcsolódik ehhez a kérdésem, vagy igazságom is, de én végzettségem szerint villamosmérnök vagyok, de hál' Istennek úgy alakult a sorsom, hogy azt magam mögött tudhatom. Sebekkel ám, de magam mögött tudtam, és akkor most fotózom mindent is. Nagyjából, tehát a Lilutól kezdve az esküvőig minden. De a végső cél az a végső cél az majd az vagy divatfotó, de a végső cél az pedig maradt a zene. Csak ő megsínylette egy kicsit a múltamat. Azt majd a Nem lesz miről beszélni. Na jó, kezdjük a tiéddel. Ja, jó. Nem muszáj amúgy. De jó de. Az. Ha nem lehet elolvasni, az a Lilué. Megérte kérdőjel, avagy mibe kerül, ha nem vagyunk önmagunk? Én arra gondoltam, hogy én utólag visszatekintve erre az egészre, nekem mindig is lehet, hogy inkább valami művészi pályát kellett volna erőltetnem, vagy választanom, és én ugye ez a villamosmérnök is egy olyan dolog volt, hogy én egy kicsit így a társadalom elvárásainak befeküdtem, és akkor kell egy papír. És az előbb említett zene is egy kicsit ennek a áldozatául esett, mert és ugye az lenne a végén a tanulás ebből, hogy így tök mindegy, hogy mit mond a barátod, anyád, apád, edződ, tök mindegy, hogyha valamit nem akarsz csinálni, lásd a Lilu példája is, és hogyha azt nem csinálod, akkor amellett, hogy tök jó lesz neked, hogy azt nem kell csinálnod, amellett magad fele egy olyan hatalmas szívességet teszel, amit biztosan így a tudat alatt így meghálál. Mert hogyha ezt nem teszed, mint ahogy én is tettem, és elmentem villamosmérnöknek, akkor úgy fogsz kelni az utolsó évben álmodból, hogy mint egy csapból úgy folyik az orrodból a vér. Ami mind azért volt, mert szörnyűségesen éreztem magamat. És ez szerintem a pont jókor jöttünk ide, mert az elmúlt egy hónapban kezd már ez egy kicsit feloldódni. Mert nekem a zene is egy kicsit bezárt, és nem haladtam bele sehova. Úgyhogy... A zene az a gitár? Gitárének. Gitárének. Igen. Hát X-faktor? Nem. Szeretném a régi módi hosszú úton ezt kijárni. Mert igen. Azért nagyon új értelmet nyert a család fogalma. Így mindkettőtöknek, hogy együtt vagytok párként, nem? Biztos. Igen. Mikor lesz az esküvő? Igen. Én válaszolnék erre. Addig, ameddig megy az ügyem, és a múltam nincs lezárva, addig én nem akarom bemocskolni, ami itt van. Úgyhogy, amint lezárul, utána elkezdjük az esküvőt tervezni. Lehet, igen. Hogy ez a nézőpont feledésbe merülés. Hát, de hogy volt a lánykérés? Az első rendes csókunk helyszínén. Már volt egy első nagyon béna csókunk a várban, tényleg nagyon béna volt, ő nem is emlékszik annyira. Ez azért kitörli ezeket, amit jelent. De hol tud béna lenni egy csók? Olyan talán, egy mondatot mondhatok, csak hogy amikor fölmerül ez utólagos emlékszem számomra tényleg akkor a trauma lehetett, hogy
Nem tudok fütyülni, mert kiszáradt a szám, mert fütyültem egyet. Az meg elfogyott. Ebben még nem egyáltalán, nem azért. És szóval, hogy az a mondat hangzott el, hogy ez így nem jó, ki kell nyitni a szád. Szóval, még hogy, jó, hogy nem emlékszel. Hogy elméletileg ez a mondat hangzott el. Mert hogy... Igen, és nem nekem mondták, hanem én mondtam. Úgyhogy... Mi van? Ez volt a nem rendes csúcs. Igen, ezt nem számoljuk. Én minden részletére emlékszem, nagyjából, hát felmentünk a bárba, randi volt minden és én úgy mentem, hogy na most csókolózunk, mert nekem már 17 voltam, vagy mennyit, tehát hogy már réges-régen vágytam a csókjára. De hát annyira zavarba voltam ugyancsak, hogy nagyjából egy-két és fél óráig szenvedtünk, hogy ide, oda, így, úgy, amúgy, és akkor jó, oké, mehet. Megpuszít, és akkor így mondom, hogy oké, ennyi? Hát ez nem is olyan nagy dolog. Azt mondja, hogy figyelj, hogy így egy rendes csóknál így ki kell nyitni a szádat. Én meg így nincs, teljesen lehűltem. Jó, akkor megvolt az is egy 3-4 óra után. Majd én ezután, a csók után, mint a jó kislány, mondtam, hogy oké, köszönöm, akkor most felhívom apukámat, és hazamegyek, és ott hagytam. Szóval ez a nem rendes csók, és utána egy évvel később elmondjuk a helyszínt. Persze. Jó, a Gülbabánál esett az eső, felsétáltunk, és akkor egy igazi romantikus csókkal így bevont magához, megcsókolt, ellopta az esernyőjét. Igen, és akkor ott csókolóztunk, és akkor ott kérte meg a kezemet. Ami azért volt nagyon vicces, mert én tudtam, hogy meg akarja kérni a kezem, de hogy nem akartam még, hogy megkérje a kezemet, és így végig így hetek előtt, hogy ugye nem kérem meg, hogy ugye nem kéred meg a kezemet, és akkor amikor látja. Ez jól esett. De annyira, mert ugyancsak így több zavarba voltam meg, hogy én így azt gondolom még a mai napig, hogy én még nem vagyok kész arra, hogy így megfelelően értelmezzem a házasság fogalmát, mert nem jó példát láttam, és hogy így szeretnék még tanulni, mert a zsombor amúgy kész van, de én még nagyon félek ettől, hogy mert azt már el lehet rontani nagyon. Hát meg nagyon sok mindent vissza kellett bontani a Liluba, ergo nem feltétlenül mondhatjuk, hogy még egy kész, teljes, tökéletes, vagyis a tökéletes az tökéletes, csak egy kész, teljes nő, és a mennyasszony az még tök jó, mert az még lány, viszont ugye a feleség az már inkább egy női szerep. Igen, és nekem még azért vannak a személyiségemnek olyan részei, amik hát úgymond újra kell tanulnom mondjuk gyereknek lenni bizonyos szempontból, meg kis tininek, meg szóval, hogy így utol kell érjem magamat, és azért ez nekem még egy folyamat. De ettől függetlenül sírtál, meg tök jó. Ettől függetlenül egyébként egy 5 percet sírtam, igen, és nagyon boldog voltam, úgyhogy igen. Előtte nekem az volt a fejfejes, hogy átépítették addig a Gülbabát, és mondom, mentünk, mondom, hol lehet? Voltunk, mert mint előzőbben kiderült, nekem nem olyan jó a memóriám, hogy mondom, hogy itt lehetett ez, és végül hát valahol ott volt. Úgyhogy ott volt a lánykérés. Oké. Jó, akkor most tudjuk, hogy Lengyel Zsombor az vőlegény, Szilágyi Liliana pedig mennyasszony. Igen. És egymáséi. Most jön Liliana. Egymáséi, igen, az fontos. Egymáséi. Mit kaptam a nagymamámtól? Alapvetően nekem ez az egész megszólalásom az amúgy arra épült nagy részt, hogy én láttam, és elég én is analizálok mindent, tehát hogy a felmenőimet, önmagamat, minden helyzetet, és nyilván a nagymamának van egy olyan története, hogy őt tönkretették teljes mértékben hamis vádakkal, és ő nagyon-nagyon megtört ebben. És ugye itt jön be az a kifejezés, hogy örökölt sors. És én nagyon azt értem. Mondjuk ki a nevét, hogy tiszta legyen mindenki igen, számára. Igen, Vara Margit, az színésznő, én nagymamám. Igen. És ő 42 évesen visszavonult egy olyan színészi pályáról, amit egészen az élete végig tudott volna csinálni, de ugye a rossz indulatú emberek, meg a közeg bűnbakká tették, és úgymond elpusztították.
És nekem az anyám már ebbe született bele, és én azt láttam, hogy az egész anyámmal való kapcsolatát is, illetve az anyámat is beárnyékolja ez a törés. És akkor jövök én, akinek van egy ilyen családi története, és egyszer csak így realizáltam, hogy nekem ez nem csak önmagam felé, meg úgymond egy társadalmi figyelemfelhívás is, egy társadalmi igazából jobbátétel itt a cél, hanem az is, hogy egy generációs traumát feloldjak. És igazából mostanában nagyon sokat gondolok a nagymamámra, pontosan emiatt, hogy milyen lett volna, hogyha mondjuk esetleg ő ezt önmagában megoldja, feloldja, és nem pedig élete végéig érezhetően benne volt a fájdalom, hogy mennyire jogtalanul őt tönkretették, és nem volt neki egyszerűen felülete, meg támogatója sem, hogy esetleg így a saját igazát helyreállíthatta volna, és úgy érzem, hogy ez az én feladatom, hogy az ő igazát is, a családunk női ágának az igazát így helyreállítsam. Kíváncsi voltam rátok így együtt, bevallom őszintén, és azt mondom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom. És bennem egyetlen egy van a beszélgetés után, és nem akarom elvenni a nézők vélemény alkotását. Én találkoztam egy ilyen friss, egészséges mai, de nagyon romantikus, szerelmes párral. Jó? Láttam, hogy meghivatod magunkat az esküvőre. Ja. Mert azért azt úgy szoktuk, a lakodal, nem? Ennek a lakodalomba csak. Láttam, hogy meg... Egyébként buli lesz. Laci! Mondd már! Nem, egy hét lesz. Egy hét lesz. Ilyen egy veszekedés. Kemény a csomó. El is dobom, mindjárt ezt a kis dolgat innen. Látom. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.